valószínűleg egy 1-2 perces szünet után menni fogunk arra az ócélra. Hú. Egyébként az érdekes, hogy kicsit már temettem a fejembe a Mongoose, de csak visszahozták magukat végül. Na bizony, szépen is játszottak. Na, a ref oda megy valamiért a Cloud9 coachhoz. Mindkét oldalon. Mindkét oldalon van, igen. Szerintem itt az overtime előtt nem engedélyezték, hogy beszélnek a csapathoz. Elhiszed, hogy azért mentek oda? Igen, végre komolyan veszik, hogy azért van egy szabályzat, mint a tartani kéne, hogy ilyen... A Mouse-nál a coach le is vette addig a fülest, hogy ne zavarja őt. Igen. A Cloud9-nál fönnmarad, de gondolom figyeljék, hogy ne beszéljenek. Aha, figyeljék abszolút. Mert tényleg a Tyloon-nál azt láttuk tegnap aztán a Tyloon-nál, hogy mondjuk 15 oh! volt, és hát akkor beszéljünk, hát mit csinálnak az a küldenek, hát ha alapszunk, úgy is hazamegyünk. De szép volt! Az a boost, gyönyörű, Oscar Tregel belőle, megvan az ember önöny a Mouse-nak. Csak ahogy hallok, közepen látjuk Stewie-t, csak ahogy hallok banánba, din. Chris Jace emeli a Scar 20-at. Igen, azért ez a ritkább dolog, hogy OC-ban azért rá szoktak nyúlni a Scar-ra, de nem Dual VP-t láthatunk, hanem Scar AVP védelmet. Még mindig térenpen két Cloud9 játékos, tehát fogalmunk sincs, hogy erről hol fognak menni, ez lehet B, lehet A, lehet terelés bárhol. És a bomba el van kezdve, hogy el van dobva, hogy CS-ből. Inkább ez a terelés A, és akkor visszamegyünk CS-ből, vagy hát térenpáról B-re. Sör lesz. Örülös, hogy végül a bombát, ha nézik, hol megy. Hát ez egy értelmű áfelállás, ugye már tartják a szöveket, és meg is van az, hogy hogyan fogják eldobni a gránátokat szerintem a cloudosok. Ezt már nem fogják elpörgetni B-re, így is van. Szépen bemérik a gránátokat, és be fognak dobálni. A fele, három Mouse játékos várja őket. Jó, Oscar ott van az AWP-vel. Nem tudom, hogy akarnék-e Oscar felé menni, és az AWP felé menni. Nagyon jó a counter flash, és nagyon jó a gyújtógránát, tovább húzza a Cloud9-nek az idejét a Mouse, és kb. 20 másodpercnél vannak itt még csak röviden, el kell kapkodni majd a plantolás valószínűleg, mert mostan a lövöldözés része még csak a játéknak. Robs kezdi, majd Oscar folytatja, elhullik Oscar Sighton, Robs még mindig itt van, és lő egy cifra. Gyors hármast. Négyest? Igen. Jól láttam, hármas volt csak. Kettő kör. Mármint második kör. A hosszabbítás első fél idejében. Aki esetleg nem tudná, ugye, azt jelenti, hogy MR3, hogy három körös félidők vannak. Ergo, aki először nyer négy kört, az jut tovább. Természetesen az overtime-ban is előfordulhat, ugye a hosszabbításban is előfordulhat. Döntetlen 3-3 esetén, akkor lesz 18-18 az eredményünk, Chris J pedig megmutatta, hogy neki milyen jó a magozója. Élesben is. Tehát ugye, ha 18-18 lesz, akkor ismételten elindul egy második hosszabbítás, és ameddig egy hosszabbítás, ameddig meg nem nyer valami csapat belőle 4 kört, addig megy az. Stewie fölkapja az AWP-t, jó döntés, hogy a nullos ember kapja meg. Oscar megy előre az ő AWP-jével, és de elővészkádadult! Ott jön ki Stewie, azt viszont elhibázza. Nem meglepődtem, de jó lesz a gyújtógránát, azaz Stewie nem fog átjönni, és Nothing hiába jött, tehát Oscar nagy szeretettel várta őt. A hag az jó lesz! Nem, mégse. Kicsit beleéltem magam hagbe. Szegény Oscar. Mégsem szegény Oscar! Nem szegény Oscar! Lövik füstön keresztül Oscar! Kiugrik belőle, ellövi az embert AWP-vel. Majd utána a következő füstön keresztül pisztolyjal. Most a látod, és válasz. Oda, látod be okay. Ugyani automatikot. És itt Oscarnak az Oscar, akció kapva. Lesz. Egy Scuddle, és a lényeget nem látjuk komolyan. Utána alkotott, ez valami óriási nagy volt. Na hát kettő kört már bevédett a Mouse, nézzük meg lesz a harmadik, akkor három meccspontot juthatnak. Három meccspontot szerzett a Cloud9, a Genosba öt kört hozott ezzel már a Mouse. És ők juthatnak matchponthoz most. Ennek megfelelően kicsit passzívra vette a figurát a Cloud9. Nem akarnak bukni fegyvert, nem akarnak bukni embert, inkább nyilván. Pici Beard-től kapom az infót, hogy most nem MR 3-10K van,
Itt MR3 16K, ezt egy harmadik napra észreveszem én is. Akkor azért mertek ennyire rányúlni erre az AWP-re, meg a, bocsánat, meg a SCAR 20-ra, mert van pénz bőven. De egyszerűen nem fogyhat el, mondjuk ez szerintem tök jó. Szerintem sokkal jobb, mint az MR3 10K. Mert tényleg arról szól, hogy fegyveres körök ki mit fog alkotni, és az a csé, az érdekel minket. Emberek szempontjából megint kiegyenlített lovel, de töltés közben kinézni! Csak azért, hogy információt szerezzünk, kicsit felelőtlen dolog a részéről. Meg is indul a bomba B felé. A B-re, igen, az így van, 3v3, és Shroud itt van állán, és hátba fogja lőni az embereket, akik átzárak. Így is van, Robs kap egy óriási fejest, meg van bolondulva a mouse, nem tud mit csinálni egyszer, meg van zavarodva. Jó, erre tartok, de 2v3-ba kell ritékelni, és ugye nem biztosak benne. Tehát nem tudják, hogy banánba ment-e a Shroud, vagy mögéjük jön CT-n. Itt most már sejtettük, hogy banánba visszament. Azt meglátja, iiii, miss. Oszkár most misszelt, és nem lesz 3 meccspontja a Mouse-nak. 2-1-re tudnak viszont védeni. Azaz elég nekik két kört betámadniuk ahhoz, hogy nyerjenek. Lennének viszont mind a 3 körbe kéne védeniük. De most meglátja a Skewit. Ez Skewit egy laza 3-assal. Egy laza pacsival, meg poker alccal. Lehozta a kört a csapatának. Nézzük, be tud-e támadni két kört. A Mouse per be tud-e védeni 3-at. Vagy megyünk egy második hosszabbításra, így van. Hát meg kell dönteni azt a 35-33-at, vagy valami ilyesmi volt a navi. 34-32. Ja, meg kell dönteni. Hát ez nagyon csúnya volt. Két és fél órás mérkőzés. Azt te kasztoltad Robival? Igen, sajnos. Fizikai fájdalom meg volt már a végén. Igen, tehát szeretjük egyébként az ilyen szoros meccsiket, de a jóból is megállt az azért a sok. Tehát két és fél óra alatt le lehet fáradni, még katterként is, amúgy játékosként ugye. Hát ők még jobban lefáradtak nyilván, mint mi. Az a vicces, hogy néha ilyenkor már, amikor ilyen szituációban keverednek játékosok, akkor már ők maguk sem bírják egyszerűen komolyan venni a szituációt, mert annyira átmegy groteszkbe és komikusba az egész egyszerre. Hogy nem hiszed el, hogy még mindig ugyanaz a pálya, és az már néha úgy vannak a játékos, hogy jó van, már csak legyen már vége, komolyan mondom ennek a szenvedésnek, ami történik. Na nézd, átmegy a füstön. Ilyen csinált egy ilyen pólót, vagyis hát, bocsánat, az első csinált egy ilyen pólót, hogy túléltem a Navi Cloud 9-t. Hát én már kérnek ugye egy olyan pólót, hogy kasztoltam a Cloud 9 Navit. Én egy 50 nékis esküszöm. Mellé megy a rota. Íj, Robs büntet. Robs büntet. Ezzel már csak két játékos van mind a két rakon, B-re fognak támadni, mind a két játékos beszélül rakóra, ez így problémát a Cadline-nak. Skewieknek kéne valami nagyon nagyot alkotni, Skadlővel be vannak szorulva rakón. Skadlő ki fog nézni a WP-ben, megvan az első frag. Skew segít neki, nagyon szép Skadlő. Skew fel is megérkezik Oscarnak. Hát nem mondom azt, hogy... Oscar! Pláne így. Ott a nozum, az 1v4-ből 1v2-t csinál, lemegy a bomba. Egyetek most tudja, hogy banánból érkezik minimum, ugye le van infozva neki, a másikról nincs fogalma szegénynek. Hát ezt kell nézetgetnie. Ezt le kell várni Oszkárnak, akárhogy is nézzük, itt most nem akciózhat ő. Max ennyit, hogy benéz CT-re, hogy jönne valaki. Látja, hogy már innen biztos nem jön senki, így viszont ki lesz for... Nem, még nincs ki smokolva, megvan neki a harmadik ember! A negyediket pont a háta mögött lő el, szedi a bombát, szedi! Ott a füst, 15 HP, és nem bizony el hozza Oszkár a kört! Megölözi füstön keresztül, 15 HP, te 9-el eldarálja, 1v4-et hoz Oscar, egy nagyon fontos körben. Mondtam, amikor az 1v4 kialakult, hogy Oscar-t azért nem írom le, mert őtől láthatunk már dolgokat. Kedül megvan neki, nagyon szép volt, ez a nózum gyönyörű, és az 1v2 meg ahogy megoldotta, atya úristen. Hát ezért mondom, hogy én hibának írom le Oscar-tól azt, hogy kitoltott a füstöt, de hát egy profi játékosról beszélünk, szóval nyilván jobban tudja nálam, hogy mit kell csinálnia. Gyönyörű volt. 2 meccsponthoz jut. 3 meccspontja volt a rendes játékidőben a Cloud 9-nak, most azonban a Mouse jut 2 meccsponthoz. Nyilván végig tud vásárolni a Cloud 9 16K miatt. Hú, gyönyörű. De az a füst. De az a füst. Hát mondjuk megérdemelni a Cloud 9 az miatt a füst miatt, hogy bukják a meccset, esküszöm.
Most látok, egyébként pörög most az első van közben egy mém versenyünk. Szerintem Jokert nagyon simán össze lehet pakolni egy képbe. A füsttel, hogy jaj, a füst! Jön a füst, rossz helyen van! Én arra a képre szavazok, mindenképp nem tudom, mit lehet nyerni. Igen, egyébként skint lehet nyerni. Na, akkor megéri. Úgyhogy van is egy parancsunk erre a cseten. Nyugodtan lehet a mém versenyben részt venni, a szokásos mém versenyben, ezt Roberto szóta mindig meghirdetni, szortírozni utána a fotókat, majd később publikálni, és egy közös ilyen fun stream formájában kiválasztjuk közösen a nyertest a nézőkkel, amelyik a legviccesebb nyilván az nyer, de ez az... A Joker füst az mindenképpen egy nyerőkép. Igen, nálam a füst fog nyerni. Stewie nagyon jó helyzetben van egyébként itt. Erre nem fogok számítani, egyszerűen megvan neki a második is beakadhat füstbe, igen bizony, és ott egy 0 HP-s játékos, megvan a harmadik Stewie-nak. Az első meccs pontot hárítja a Clubman 18-10, jó, nem érjük le Denis. A 10 másodperc volt az órán 1-5-be, azért csak le lehetett írni. Jó, az első meccs pont megvan, 18-17. Na de most. Igen, ezt kicsit elnéztem, ma úgy 10 másodperc ugrált ebbe két füstbe, hát abból nehéz tudat hozni. Főleg így, hogy Stewie nagyon jól érzi, hogy hol kell túrni a füstöt. Egy-egy VP mindkét oldalon. Hú. Hát nagyon hú. Lesz a második overtime. És, igen, lehet, hogy Oscar igazából csak egy overtime-ot nyert meg a csapatának? Mondjuk az igen. Is elég jó, az is elég jó. Tehát az a durva, hogy lehet, hogy ha az ügyvég nem lett volna meg, akkor nyer a Cloud9. Még mindjárt kiterül, tehát ez a... Ha ezt lehozza a Cloud9, akkor... Akkor tök mindegy. Ha meg nem... Tudja lehozni a Mouse. Vagy bocsánat, ha meg nem tudja hozni a Mouse, akkor pedig Oscar kvázi megnyerte az overtime-ot. Na lássuk! Agresszív támadás megjön a Mouse-tól, 1-15-nél megindult már a támadás bére. A CT-k már szinte mind átforgattak. És benn van a Mouse Sighton. Levakhatják a bombát, Denis Lutregel, megvan neki Stewie. Itt vannak már a CT-kből ketten, egy emberben mindig le van maradva. A füstök azok jók voltak, nagyon a mouse-osotól, így van, hogy Joker, te is kiemelted. Automatiktól szép volt a banántolás, utána a lover ellövése. Chris J. Denis élne 2v3-ba, 0 HP-val. Már a bomba az csipog egyre gyorsabban, de ide nagyon gyorsan be fog menni a Cloud9. Ott Denis-től ez nagyon szép játék volt, kitámadott Shroud-ra. De hát itt a helyzet így van. Gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Úgyhogy második overtime-ra fogunk menni. Ez a megmozdulás. Hát Oscar és Automatic nyertek mindenket a csapatoknak egy-egy overtime-ot még. Mondjuk Oscar és szebb volt, ha választani kéne. Azért. Hát Oscar az egy eléggé durva jelent volt. Az kicsit vetekszik egyébként szerintem Forrestnak az észével. Hát majd annyi gyönyörű fraget láthatunk ezen a lanon, hogy meccsenként össze lehet rakni egy-egy frag movie-t. Szóval a második overtime, két meccspontja volt a Mouse-nak, mind a kettőt tudta hárítani a Cloud9. Míg a Cloud9 részéről ugye a Mouse tudott hárítani három overtime-ot, bocsánat, három meccspontot az rendes játékidőben. Ezt mondom, hogy iszonyat kiélezett a mérkőzés. Tényleg a legnagyobb differencia talán három volt két csapat között, és nyilván már nem is lesz nagyobb differencia. Cloud9 maradt CT-ben. Mouse pedig egy viszonylag lassú körrel, megvárják azt a füstöt és rá fognak futni Nothing-ra. De hát őt azért nem fogják ellenni valószínűleg. Jánat nem fog semmit érni. Lesz még egy ilyen nagy szintű maratoni meccs? Cloud9-t ez rendesen lefáradhatja, hogy azok a plusz két mérkőzést játszottak akkor. Ha most megint egy ilyet összehoznak. Automatic le tudja lőni Chris-t, náluk az entry, és ezt meghallotta. Nem tudom ki, Nothing talán ezt meghallotta. És vissza is kell vonulni a Mouse-nak. Jó felemennek egyébként, egy játékos van csak Bén. Most érkezik mind a társ, csak már Automatic személyében. 45 másodperc az órán, nagyon hosszúak a körök is. Ritka a gyors kör, szóval nem csak kielezett a mérkőzés, nem csak overtime-ot látunk, hanem hosszúak a körök. CT-ről tud majd segíteni csak a Automatic a társának, teljesen ki van füstölve Stewie. Skadul, nagyon szép Stewie tud fregelni, tudják a pozícióját, itt teljesen egyedül van Bén. Megérkezik viszont így már Stewie, gyönyörű,
nyert az első kört. Hát Oscar él. Nem mondom, hogy megnyeri a Clement 19 másodperc alatt egy 1v4-et lehozni. Hát talán még neki sem sikerül. Hát a bomba lekerül. Sokat nem számít, mert így is úgy is lesz pénze a Mouse-nak. Így van, ezt azért még Oscar sem tudja lehozni. Első kör megvan a Clement-nak, be tudták védeni. Előző körben mindkét csapat kettőt védett, két meccset, két kör védett. Nekem tetszik ez, hogy itt azért a két csapatnak meg kell dolgozni azért a végső győzelemért, hogy bejutassanak a playoffba. A... Ó, és az utolsó időkérés meg volt. Utolsó időkérés a meccsen, mind a két csapat kikérte az időkérését. Nincs több időkérés egyik csapatnak se innentől kezdve. Na tehát... Ugye... Azért ez nem az a meccs, mint ami volt az SK Fnaticon. Határozottan nem arról a mérkőzésről beszélünk. Ott egy nagyon sima SK győzelemről beszéltünk. Szinte méltatlan volt ahhoz képest, hogy milyen meccs ez. Mind a két csapatnak két győzelem, két vereség. Playoffért ment a harc. A Fnaticot nem tudom, kifújt elég rendesen. Ellenben ez a meccs, ez megint világi akar lenni. Nagyon szép egyéni akciók, csapat részről is vannak nagyon jó megmozdulások megint csak. A kezdeti Cloud9 bénázás tényleg eltűnt, és látszik is az eredményen. Abszolút, de. Jól játszik, most mind a két csapat gyönyörű egyéni megmozdulásokat is láthatunk. Hát, ha csak automatik tripla kill-ét említem meg, amivel Kurt nyert, vagy Oscar-t az 1v4-ét. Shroud tud entryzni, megint a Cloud9-nál az entry. És kicsit el is halkult, most a Mouse be fog nézni a flash-el nekünk. Gyönyörű volt a másik játékos is vak, ezt nem tudta nekünk, és okosan nem túlta túl azért ezt. Dennis is fegelt, kicsit szépíteni tudom a Mouse-t, tehát 2v4-et kéne hozni a Dennis és Oscar-nak. Mennek vissza viszont üres bére, és Dennis egész során visszaélhet egyébként. Automatik csak CT-ről tud vérekezni. Jó a füst, el fogja tolni Automatik. Bizony, nem először látjuk, hogy a fiatal Cloud9 játékos eltolja a füstöt. És a második körét is megvédheti. Mondjuk 1v4 Oscar. Ne mondjuk el, vagy ne spoilerezzük azért, hogy a Cloud9 nyerni fogja ezt a kört, mert egyáltalán nem biztos. Itt jó helyen van a Automatik. Mindenhova Oscar sem tud benézni. És jó a crossfire is viszonylag a Cloud9-nak. Oscar, megvan az első frag. Le fog kerülni a bomba. Le fog kerülni a bomba. 1v3 tudja lenni, hogy Oscar él. Be kell várni egymást. Oscar nem az a játékos, aki ellen könnyű 1v3-at hozni. Mixel Oscar is mentől vége neki. Szép volt azért megint a próbálkozás. Ha az beadja 1v2. De nem adta be végül. Második körét is megvédi a Cloud9. Előző Overtime-ban ez volt, hogy mind a két csapat 2-1-et védett. Vagy megint 2-1 lesz, vagy 3 matchpoint lesz a Cloud9-nál. Hát tudjuk megint ezeket a szép kis harangokat, hát ugye valószínűleg mindegyikötök emlékezik már, nem olyan rég vették ki a harangokat Inferno-ról. Annak állít egy kis easter-eget, egy kis emléket. A Valve-zzel. Szeretem egyébként az én easter-egeket, több csirkét a pályára. Ugye az a casual játékos vagyok. Topszék átolták a füstöt. Van az igaz az elkör. El akarják foglalni bordát, és igazából át is engedi a Cloud9. A Automatik azt el kell engedni, fél HP-ba került, hogy visszanéztél. Azt a füstöt valószínűleg már nem fogja átolni az amerikai játékos. Elfoglalja a bordát a Mouse. Keres visszamennek el, megpróbálják át, tehát láttunk már ebből mindenfélét. Esetleg kerítő sem be lehet menni. Bármi, ebből még összejöhet. Eltúrni a csapattársad, az is egy opció. Hát igen, ez egy 3-2 lesz. Három ki fognak húnani házból, egy flash segítségével. Ő egész jó a crossfire a Cloud9-nál, tehát az a rakon, az gyönyörű, nekünk fog nézni minimum egy tag. Mondjuk a vakító nagyon szép volt neki. Shroud fegel, Automatikot egyből visszalövik. Nothing, visszel, de ott van a segítségre Shroud, Nothing szépít, gyönyörű Shroud Nothing-től. Igen, ezt mondom, hogy ez a pozíció, ez nagyon durva, hol van Nothing állt. Oscar maradt megint egyedül. Kéne egy ilyen számláló, hogy Oscarnak hány 1VX-e volt, mert úgy 10 kb már biztos. Na jó, annyit talán nem, de rengeteg 1VX-e volt Oscarnak.
Meg lesz-e most? Azt eltalált a Scudder, de csak falon át. Hihetetlen, ilyen apróságokon múlik, hogyha most nem falon át találja a Scudder-t, akkor 1v1, teljesen hozható megint. Így azonban 3-5 darab meccspontja lesz. A képen látható Kladnál játékosainak egyetlen egy darab kört kell betámadniuk. Óriási lehetőség volt, már ilyen a rendes játék időben is 3 darab meccspontjuk volt. Akkor viszont egy kört gyakorlatilag a semmibe kellett forszolni Tech 9 kevokkal. Most végig lesz. Én sajnálom Auguszt, most nagyon sajnálom nagyon neked, hogyha ha ez tényleg nem jön nekik össze, én nagyon főleg Oscar-t egyébként, mindent megtett annak érdekében, hogy nyerjen a csapat. Tehát itt olyan szituációkat hozott le, úgy az elmondható automatikról is, hogy meg hogy minden játékos volt, de most ezt a két embert emelném ki ebből a két csapatból. Na lássuk. Mit tudom a Sports alkotni? Tudnak-e három kört hozni zsinórba védőbe, akár csak a Cloud Knight-et, és a Cloud Knight helyében nagyon gyors kört csinálnék, ezt meg is csinálják. Oscar ki fog nem néz ki AWP-vel, inkább elmenekül gyorsan, most kinéz, a Nozu nem segít, felviszülőnek kell arrébb ugrania, utána tud már egy embert lőni, jók a támogató gránátok a többiektől, nem jött össze egyelőre a gyors kör a Cloud Knight-nak. Nem volt rossz az elképzelés, de ott volt Dennis, aki ezzel a duplával meg tudta menteni a kört. 2v3 nem hozhatatlan természetesen a Cloud Knight-nak, kicsit vissza kell húzódniuk, és jó fele mennek, egy darab Mouse játékos, egy darab Robs, hogyha jól látom, van nagy homokba, ha őt megölik 2v2-től, Robsnak Inu Espeget ezt bele kéne húzni ebből a pozícióból, ez nem a legjobb, legkeselebb ív, most már mondjuk az, oda fog tartani egy Mouse-os játékos, nem, bocsánat, szemelmes játékos, innentől azért ezt valószínűleg a Mouse meg fogja nyerni, 1v3 Shroud, el fognak érni szép lassan, Robsnak a kis barátai, ez nagyon szép volt, és hoppá az ott beakad, akkor 1v1, innentől már tudja mind a két játékos pozícióját, Shroud. Lovell érzésem szerint be fogja várni, hogy felérjen házban barátja, és egyszerűen keresztül fogják lőni Cloud9 játékosát, fennem pedig nincsen HP-ja ahhoz, hogy ezt a crosshair-t meg tudja oldani, 15 HP-val azért egy ilyen szituációt megoldani. Jó fele nézek egyébként, nem véletlenül tudja, hogy Lovell nem véletlenül vár ennyit, de már a spanyol játékossal sem tud végezni. Az első meccspontot hárította Mouse, még kettőt kéne nekik megoldania. Kérdés, hogy megoldja-e? Lássuk ezt a szituációt megint. Ugye egy Denisnek az akciója, ez nagyon szép volt, a gránát, ugye Oscar-t próbálta menteni. Oscar viszont, ami Oscar is nagyon szépen mozgott, érzékelte, hallotta azt, hogy jönnek középen az ellenfél játékosai. Nem pikkelt ki, nem vállalta túl magát, inkább kidobált flasheket, elugrált pisztolyal, és utána konnektorból nézett vissza, lőtt egy fereget, sebzett minimálisat a 5-7-ből, és ugye megérkezett akkor Denisnek a segítsége. Ez már Oscar-t bár nem mentette meg, de a kör igen, jött tovább. Is van esélye a Mouse-nak alkotni a mérkőzésem. Cloud9. Ugye ilyenkor beszéltünk arról, hogy Mouse Sports dönti el azt, hogy hányan szeretnének harcolni a site-okon. Cloud9 pedig azt, hogy... Vagy bocsánat, pont ellenkező lehet. A Cloud9 dönti el azt, hogy hányan szeretnének harcolni. A Mouse Sports pedig azt, hogy hol harcolnak. Ugye erről szól kb. Ez az egész játék. Ez a T oldal előnye, illetve a C oldalnak a fő előnye. A hányan és a hol. Két nagyon fontos változó. És úgy tűnik, hogy most a Mouse Sports az... ám mélyen akar védekezni. Cloud9 pedig 5 emberrel akar árat támadni. Mindenki jön majd házból. Kiugranak erkélyen. Hát én ilyen pisztolykörbe szoktam ilyet csinálni egyébként. Márpedig ez lesz. Egy ember befut. Kettő meg is hal kapásból, amint beértek. Oh, jó, hát ez ennyi volt rotyogó. Stewie túlkéjél már csak, az egy szép lövés volt Denisre. De akár is nézzük, ez Robs és Denis, ez nagyon simán hát, előtték. Én nem tudom, mondom, én ilyet pisztolykörbe szoktam behívni matchmakingen, amikor játszok így haverokkal, hogy akkor 5 erkély, ugri. És akkor hát meg is van, de az pisztolykör. És itt láthatjuk ezt a duplát. Terkén Robstól. Két maga biztos lövésnél jött Scudder-ről és előtt szerintem egy nózummal amúgy kvázi, vagy egy jó kis dragshattól. Azt hiszem ott volt a többi társ, hogy megoldja a kört. Hát overtime? Még egy? Érdekes, hogy az OT-jelző azt írja OT1 és
közel se. OT-ban, OT2 utolsó köre van. Hát ez most egy jó kérdés. Még egy overtime-ot lehetünk, vagy... a Cloud9 be tudja húzni ezt a kört. Fizzy vissza, Lovell így egyedül maradt, Lovell le is lövik, na ez! Jó lehet, bár nem hiszem arra szenne, hogy itt még két darab Mouse játékos van. Nem akarnak belemenni Oscar célkeresztébe, ezt jól teszik, az lehet, hogy elég halálos fegyver. Nem nagyon kéne beleugrálgatni. Kicsit elhalkultak most. Lenne a játékosai, meg az ember elő, hogy nem kéne visszabukni. Teljesen jól tudják ezt. Kicsit szép vannak mindig elszórodva. Mind a két Mouse játékos nagy homokban van án. Talán Denisben van RTM, de igazából a lényege nem változtat. Két játékos pedig B-t védi. És körvonalazik, hogy ez bizony egy B-támadás lesz. Hú, hát Oscar ott van egy VP-vel, és Fizzy is ott van a segítségére. Szóval meg tudja még nyerni a kört, ezt a kört a Mouse, tehát 5-en fognak bemenni, illetve csak 4-en. Misszel Oscar, ajaj. Ez egy probléma, második gólját is misszel Fizzy, mondjuk szép itt, nagyon szép volt. Fizzy. Nincs idő, esett a bomba, most kaparják föl, most kezdik el lerakni a bombát, így pont meg lesz, szemtünk el, két másodperc a kör végre. Hát egy 3v3 visszafoglalás kell, hogy eldöntse a... A meccs sorsát, igen, még egy overtime-ba megyünk, még egy hosszabbítás ugye, vagy pedig a Cloud9 megy. Mind a hárman ugyanonnan mennek, úgyhogy jól érezted, hogy most be kell várni a tercseit. Nem tudom, mennyire jó döntés egyébként, hogy három ember egy helyről megy. Annyira nem, de egység van az erő, be fognak frontani, legalább lesz válaszreg. Ha meg is hallani, egyből lesz válaszreg rá, kedvelül szépen húzza az időt. Ez nem jó így. Vége. 21-20, abszolút kielezett, 22-20, abszolút kielezett mérkőzés. Irány.